Jó estét kívánok! Első vendégünk Rubovszky György, a KDNP képviselője, a Mentelmi Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Kedves nézőknek is! Ugye ma bejelentette, hogy március 31-ig elkészítik a jelentésüket, és ha nagy horderejű dolgot állapítanak meg, akkor kezdeményezhetik az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Mi lehet az a nagy horderejű dolog? Ez egy sajtótájékoztatón elhangzott kijelentés volt, 5 olyan kérdése, hogy de mi értelme van, és akkor mit fognak csinálni ezzel, és ezt próbálta sújtkolni belém az újságírói kör, és akkor a végén mondtam, hogy kérem szépen, a jelentést letesszük, ezért nem biztos, hogy össze kell hívni a országgyűlés plenáris ülését, mert ugye azért mégiscsak kampányban, nekem még a bizottság összehívásával is gondjaim vannak. És akkor végén mondtam, hogy eljárásjogilag még az is lehetséges, hogy rendkívüli ülést kell összehívnom. Mármint tudom, nem csak ezért az ügyért. De én mert még ilyen, miért kell? Hát most már vannak vagyonnyilatkozati ügyek, mert ugye most belelkesült a baloldal, és én ja, még csak Orbán Viktor vagyonnyilatkozata ügyében is, már abba hát is kell attól, összehívni? Én nem tudom. Én minden egyes képviselő elleni vagyonnyilatkozati eljárást az eljárási jog szerint pontosan úgy, ahogy a Simon ügyet, az összes többit ugyanúgy fogom levezényelni. És mondjuk akkor a Gyurcsányféle indítványnak mi a menete? Gyurcsányféle indítványnak az a menete először is, hogy megérkezzen és lássam. Igen. Ugye először... De más dolog szóban bejelenteni, és így más van. Dolog... Jó, hát de szóval gondolom azért akkor... elküldi. 3 vagy 4 napja arról szól a sajtó, hogy Szijjártó Péter ellen az összefogás, ja, meg az se érkezett meg. Uh-huh. Érkezett egy vagyonnyilatkozati panasz a Szijjártó államtitkár úrral kapcsolatban, ott folyik az eljárás. Késleltette az ügyet egy kicsit, hogy nem volt itt az államtitkár úr, mert csütörtökig Kínában volt, úgyhogy nem tudtam kézbesíteni. És például akkor elképzelt, hogy április 6-áig még be... idézik a bizottság elé Szijjártó Pétert is, meg Orbán Viktort is? Hát hozzáteszem, hogy Szijjártó Péter ma már benjárt a, nem a bizottság elé, hanem a bizottság elnökénél. Az első eljárási az szakasz, az előkészítés, az gyakorlatilag az elnök és az elnök és a képviselő között zajlik. Aha. Tehát most tehát volt ez... önnél egy 4 szem közti megbeszélés. Nem 4 szem közti megbeszélés, arról volt szó, hogy ő csütörtökön megkapta azt a levelet, amit én hivatalosan kiküldtem neki kedden, és ő megkeresett telefonon, és azt kérte, hogyha lehet, akkor ma személyesen áthozza a szükséges iratokat. Átjött, ezt Simon Gábornak is 3-szor ígértem meg, mert 3-szor hívott föl telefonon. Uh-huh. És ha szabad így mondani, 3-szor csapott be nem engem, az egész bizottságot. És akkor miben maradtak Szijjártóval? Szijjártóval abban maradtam, hogy leadta az iratait, hétfőn át fogjuk vizsgálni, és annak megfelelően, tehát az az 5 napos előkészítő szakaszt ő ilyen rövidre zárta. 5 napja állt rendelkezésre, de egy nap után teljesített. Tehát én hétfőn tudok lépni. Ha hétfőn azt állapítom meg, hogy Szijjártó rendben van, nincs semmi probléma, hozhatok egy olyan levelet, amiben eldöntöm azt, hogy nem indokolt a vagyonnyilatkozati eljárás. Ezt a levet, ön egyedül fogja megállapítani? Én egyedül. Ehhez joga van. Ehhez jogom van. Nem kell összehívni a testületet. Egy pillanat, éppen most folytatom. Ez egy egyszerűsített eljárás. Én hozok egy ilyen nyilatkozatot, és ezt kézbesítem az testület valamennyi tagjának. És ha a testület úgy dönt, hogy nem ért egyet az én levelemmel, akkor elkezdődik a hivatalos vagyonvizsgálati eljárás, akkor a testületi döntést követően az elnök köteles elrendelni a vagyonvizsgálati eljárást, és akkor folyik. Többségi vélemény kell ahhoz, hogy elinduljon ez az eljárás, vagy pedig elég, ha egy képviselő nem ért egyet? Nem. Úgy szól a törvény, hogy a bizottság dönt. Na most azért azzal szeretném felhívni a figyelmet, hogy az országgyűlésnek a mentelmi összeférhetetlenségi fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsága az egyetlen paritásos bizottsága. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy 4 kormánypárti képviselője van, mint 4 ellenzéki. Tehát nem
nincs kitéve a ház annak, ami a többi bizottságban, hogy a részvevő arány... 4-4-nél mi a helyzet? 4-4-nél nincsen rendelve a bizottsági döntés. De van az egész vagyonvizsgálati eljárásnak van egy rettenetes nagy ellenőre, a nyilvánosság. Ugye szóval az a nyilvánosság, hogy amikor a képviselő leadja a vagyonnyilatkozatát, a határidő lejártát követően megnyílik az teljes grémiumnak az új vagyonnyilatkozata a nyilvánosság előtt. Akkor ugye megkezdődik a különböző bejelentések igen. sora. Értem. Térjünk vissza igen. Simon Gáborhoz. Kövér László, igaz, hogy tegnap, de azt mondta, idézem szó szerint, sem a parlamentre, sem a házelnökre nem tartozik már Simon Gábor ügye, mert csütörtök reggel lemondott a mandátumáról, nincs mentelmi ügye, nem kell dönteni a mentelmi felfüggesztésről, és nem kell dönteni az összeférhetetlenség megállapításáról sem. Akkor ez, minek vizsgálódnak? Egy pillanat. Ez egyébként igaz, csak ezt, ha a házelnök úr tegnap mondta, akkor ő még nem tudta azt, hogy hétfői bizottsági ülésen elkészült a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó határozati javaslatunk. A szerdai bizottsági ülésen elkészült az összeférhetetlenség kimondására vonatkozó határozati javaslatunk, és mind a kettőt beadtam a ház elé, hogy a csütörtöki plenáris ülésen megszülethessen a döntés. És akkor reggel 7 óra 44-kor megérkezett a lemondó nyilatkozat. Nem, előtte, való este, engem úgy fölbőszített az, és a bizottságom jelenlévő tagjait, akik végigcsinálták, és végig Lédába álltunk Simon Gábor kérésének megfelelően, biztosítottuk volna kérésének megfelelően a konzultációt hétfőn ebbe az ügybe, hétfő reggel írt két sort, hogy nem jön, majd fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy szerdán küldök egy kiterjedő nyilatkozatot. Nem küldött semmit. Végignéztem a mentelmi bizottságnak 1990 óta lévő ügyeit. Egyetlen olyan képviselői magatartás nem volt, mint amit a Simon Gábor tanúsított. És nem ez a probléma. Ön is látja, hogy most a bizottság rettenetesen nagy sajtó ösztűz alatt van. Igen, szóval nagy az érdeklődés. Számtalan kollégája ilyeneket mond nekem, meg fog jelenni az írott sajtóba. Naív dolog, elnök úr, azt feltételezni, hogy csak a Simon Gábornak van eltitkolt pénze. Szeretném elmondani, hogy 1990 óta ilyen bejelentés nem érkezett egy képviselő ellen se. Közel 400 esetben fordult elő az, hogy különböző kérelmek, bejelentések, pontosítások legyenek. Egy vagyonvizsgálati eljárás sem jutott el odáig, hogy a plenáris ülés felé a bizottságnak jelentést kellene tenni. De most eljutott. Eljutott. És azt a hangulatot keltette Simon Gábor, hogy az összes képviselő csal, az összes képviselő letagadja a jövedelmét. De a Simon ezt milyen mivel keltette ezt a hangulatot? Ezt szeretném én tudni, mert ezt kérdeztem meg az újságíró kollégájától is. Nem biztos, hogy Simon keltette a hangulatot. Nem, hát az, hogy a Jobbik most kitalálta, hogy minden képviselőnek legyen ilyen eljárása, azt nem hiszem, hogy a Simon Gábor beszélt a Jobbikkal. Én kész vagyok a Jobbik, hogy is dolgáról nyilatkozni. Az fából vaskarika, mert ha én jól tudom, Vona Gábor azt adta elő, hogy minden képviselő nyilatkozon arról, hogy van-e külföldön bankszámlája. Úgy szól a vagyonnyilatkozat, hogy van-e a képviselőnek bankszámlája. Nincs kimondva, hogy belföldön vagy külföldön, ez a tény, ez erre egy a kérdésre Simon Gábor kérdés. Mit válaszolt? Mire? Erre, hogy van-e bankszámlája című kérdésre? A Simon kérdésre. Gábor mindig azt mondta, hogy fogok írni egy nyilatkozatot, és nem csinált semmit. Igen. Ez példátlan. És tulajdonképpen, ami engem ebbe az egész kérdésbe zavar. És amikor fölteszik a kérdést, hogy mi értelme ennek a vizsgálóbizottságnak. Az az értelme, hogy a jogi felelősséget az igazságszolgáltatás rendezni fogja. Ügyészség,
bíróság. Igen. Ez rendben lesz. De a politikai felelősség nem lesz rendben. És a politikai felelősség, az ügyészségnek nem feladata sem a bíróságnak, hogy a politikusok becsületét próbálja. Ön azt akarja itt vizsgálni, ezek szerint, ha jól értem, hogy az a morális kötelesség egy képviselőnek, hogy mondjon igazat a mentelmi bizottság előtt, az Simon Gábor esetében nem történt meg. Ez az egyik. A másik én számomra az is egy nagyon furcsa dolog, hogy a frakciója milyen magatartást tanúsított. Jogászként nem értem, mert jogászként a végeredményt ismerve az lett volna az egyszerűbb, hogy amikor múlt csütörtökön bejelenti azt, hogy minden MSZP-s tisztségéről lemond, akkor mielőtt felkorbácsolódik a tenger, mielőtt ez az egész cirkusz így kicsúcsosodott volna, lemondott volna, nem. Ő elkezdte ezt a 12. hatállyal fogok lemondani, és utat nyitott egy találgatásnak, utat nyitott egy sárdobálásnak. Ezzel egyébként a saját frakcióját, meg a pártját is elég nehéz helyzetbe hozta. Sokkal nehezebb helyzetbe hozta Igen. őket, mint minket, de ebből a sárból jutott a nem szocialista frakciónak is. Szóval ezt a kérdést azért kell tisztázni, és kizárólag annak a kérdéskörnek a tisztázása a mi feladatunk, ami az igazságszolgáltatás keretein kívül van. Tisztában vagyok azzal, hogy Simon Gábortól, mind ahogy eddig nem kaphattam semmit, most sem fogok kapni, mert ez az eljárás nem az gyanúsítja, hogy majd akkor jön. De most viszont, mert ez itt előttem, az az országgyűlési határozat, amelyben az országgyűlés felhatalmazta a mentelmi bizottságot ennek az eljárásnak a irányára, feladatára és folytatására. Azt írja az országgyűlés, hogy az országgyűlés felhívja az állami szerveket, hogy a bizottság által kért adatokat és dokumentumokat haladéktalanul bocsássa a testület rendelkezésére. Abban bízunk, hogy a különböző hivatalos adatokból olyan körülményeket tudunk tisztázni a politikai felelősség témakörébe, ami kiesik az ügyészség, bíróság látóköréből, Igen. és megpróbáljuk de ezt. Csak bíznak, de gyakorlatilag nem biztosak abban, hogy ezt meg is kapják. Hát, van hogy itt az viszont... anyagokat megkapjuk, abban biztos van. De hát abból csak közvetve lehet levonni következtetéseket. Abból csak közvetve lehet Igen. levonni hát a közvetett következtetésekről de... mi jogászok tudjuk, hogy mennyit érnek. Egy pillanat. Én az első pillanattól kezdve, hogy ez elkezdődött, mindenütt, minden esetben elmondtam azt, hogy ez az ügy nem alkalmas arra, hogy a politikusi magatartást általánosságban megítéljék. Uh-huh. Ezt még a szocialista képviselők is egy-egy mondatban. Pedig itt idézik az ön nyilatkozatát, mi szerint a mentelmi bizottság eljárásának az a célja, hogy megőrizze a politikusi kar becsületet. Hát ezt mondom. Igen. Ezt mondom, azt akarom. De most azt mondja, nem alkalmas ez az eljárás erre. Egy pillanat, nem, hanem az a nem alkalmas az ügyészségi eljárás. Az ügyészségi arra, eljárás hogy ezért kell nekünk Igen. dolgozni. Még csak egy rövid kérdés. Parancsoljon. Erről a 36 millióról is ugye... vita van, amit a Simon Gábornak vissza kell adni azért, vagy illetve nem lehet tőle elvenni, mert hiszen előbb lemondott a képviselői mandátumáról, mintsem önök megállapították volna az összeférhetetlenséget. Ön azt mondta, hogy egy fél órán múlott ez az egész, és milyen ügyes az a Simon Gábor, hogy előbb lemondott. Hát ha egyszer előbb lemondott, lemondott. Így van. Annyira kell az a 36 nem, millió? Nem. Mert úgy ennek tűnik egy kicsit de. Sokatnak, hogy na önök most már nem tudják elérni a Simon Gábornál, hogy megbűnhődjön, akkor adja vissza a 36 milliót, az se legyen az övé. Én azért abban nem vagyok biztos, hogy nem tudjuk elérni azt, hogy megbűnhődjön, mert hisz azért a történéseket ismerjük, hogy a nyomozó főügyészség kiment iratokat lefoglalni, kiment a párt központba iratokat. Igen, de ugyanazt az iratot kapta a párt központba, mint amit egyébként önnek leadtak. Ebben nem vagyok biztos. Hát azt nyilatkozta Budai Bernát, ugyanaz a vagyonnyilatkozat volt, ami önnek a rendelkezésére áll, amiben nem volt benne akkor a Bécsi bankszáma. Akkor nem jutunk előre semmivel, hát csak az... azért nem értem, mert a rendőrség... Csak ilyen nagy csinadratta volt, az, kimentek az MSZP székházban nyomozók, hú! Egy pillanat, azért azt elfelejtették, és abból nem volt csinadratta, hogy a nyomozók kijöttek a képviselői irodaházba is, hoztak egy foglalási jegyzőkönyvet,
és 2002-ig visszamenőleg Simon Gábor valamennyi vagyonnyilatkozatát lefoglalták. Ez még hála Istennek nem volt hír, és oda nem is lehet egyszerűen bejutni, úgyhogy az ügyészségnek sikerült úgy csinadratta nélkül bejutni, hogy nem volt hihetetlen nagy sajtóvisszhangja a jelenlétüknek. Szóval azért mondom, nem biztos, hogy nem lesz itt felelősségre vonás, és engem nem ez zavar, engem az zavar, hogy ebbe az eljárásba azt szeretném a mi eljárásunkba bebizonyítani, hogy ez nem általános politikai, politikusi magatartás volt, hanem ez egy kirívó, egyedi, és megpróbáljuk azt elérni, hogy az általánosítás ne legyen olyan, mint amit az újságíró úrral kapcsolatban is mondtam, hogy mindenki, és mondtam neki, meg fog jelenni, mondom, az a baj, hogy az ilyen általánosítók ellen kell nekünk harcolni. Köszönöm. Ezt is korrektül leírja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást.